Erős várj a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai Isten tiszteletünkön, és külön szeretettel köszöntöm az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó résztvevőit, olyan jól megtöltöttétek itt nálunk a padsorokat, Isten hozott titeket. Az útmutatónk egyik mai igéjével hadd köszöntsem a testvéreket Lukács 9.62-ből, aki az eke szalvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Mit is jelent ez? Az, hogy a földműves ne nézzen hátra, ne nézzünk körül, hogy hol is állunk a munkában? Nyilván nem erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy mindazok a múltbeli terhek, sebek, bűnök, nehézségek, amiket ott hagyunk Krisztus kereszténél, azokra ne tekintsünk vissza. Azokat ne akarjuk visszavenni, visszaszerezni, visszamenni értük, hanem hagyjuk ott ő nála, hagyjuk ott a bűnbocsánatnak a mindent elfedő burka fedője alatt, legyen az már ott, tőlünk távol, és mi pedig közeledjünk továbbra is Krisztus felé. Ezekkel a gondolatokkal lehetünk ma is együtt, amikor úrvacsorás Isten tiszteletünk lesz, közös gyülekezeti gyónással és majd az úrvacsora vétellel, és a mai alkalommal könnyűzenés énekeket fogunk énekelni, úgyhogy jól helyezkedett, aki ezen az oldalon van, vagy a kivetítőn lesznek majd az énekek, de a gyülekezet számára is a legtöbbi ezeknek ismert lesz, és majd az úrvacsora vételkor pedig a 11-es számú énekrendet követjük, ahogy az énekes szám ki is van téve. Folytatásban először is szeretném a hirdetések között megkérni Bence Győző lelkész testvéremet, aki szintén itt van velünk, hogy egy pár szóba számolj be, hogy mi is történt velünk hétvégén. Szeretettel köszöntöm a Súri gyülekezetet is. Az Egyházmegyei Ifjúsági programban most idén kitaláltunk egy ilyen merész dolgot, hogy egy vándortúrát szervezünk. Eddig többször volt, hogy a téli tábort itt tartottuk Súron, most úgy találtuk, hogy akkor Bodajkról indultunk, pénteket Bodajkon találkoztunk, és tegnapi nap át túráztunk ide Súrra. Ma reggel egyébként, amikor kisütött a nap, egy kicsit elmélkedtünk azzal, hogy milyen jó lett volna ma túrázni, de tegnapi napnak meg voltak a maga kihívásai és örömei is. Túrázunk ma is. Igen, igen. Az biztos, hogy nem kirúlt meg az arcunk a napsütéstől. Egy ilyen kalandban volt részünk a tegnapi napon, hogy ebben az esős időben küzdöttük át magunkat a sárom dagonyán keresztül, hogy ide elérkeztünk, hogy majd a takarítók szolgálatára nagy szükség lesz Isten tisztelet után. Behoztunk némi sarat most a templomba is. És hát ennek a kirándulásnak az volt a célja, hogy egy kicsit kimozduljunk a megszokottból, a komfortból. Most lehet, hogy egy kicsit voltak, akik megijedtek, egy picit kevesebben jöttünk, mint ahányan szoktunk. Most 27-8 fővel vettünk részt ezen a kiránduláson. És az kirándulásnak volt egy ilyen izgalmas szakasza, amiről aztán tegnap este sokat beszélgettünk, hogy tartottunk egy csendsétát, hogy egy tervezetten fél óra, de inkább egy órát sétáltunk egyesével külön az erdőbe egymás után indulva. És ott volt lehetőség gondolkozni ezen az igén is, ami a mottója volt ennek a hétvégének, hogy utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidet taníts engem, és így mentünk végig ezen a szakaszon. A következő ifjúsági programunk az majd a nyári tábor lesz Nagyvelegen, oda várjuk majd a fiatalokat, és majd várható a jövő évben is évközben tartott programokat, elképzelhető még Súrra is jövünk. Sok áldást kívánunk a gyülekezet életére, és köszönjük, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk a vasárnapon. Köszönjük szépen! Folytatnám akkor a gyülekezeti hirdetésekkel. Ugye gyülekezetünkben is, mint minden evangélikus gyülekezetben jelenleg is zajlik a presbiteri és tisztségviselői jelölések folyamata. Még nálunk a jelölések tartanak, a kiáratnál kis asztalon kitettem jelölő lapot, ahol a különböző gyülekezeti tisztségekre lehet ajánlásokat tenni, olyan
ugye felnőtt korú gyülekezeti tagokat lehet jelölni ebben a folyamatban, még egészen jövő héten vasárnapig, és utána pedig majd március 17-én szintén vasárnap fogjuk a jelölő közgyűlést tartani, ahol a jelölt listát véglegesítjük majd. Úgyhogy kérem, hogy így készüljünk, és továbbra is bátorítom a testvéreket, hogy egyrészt gondolkodjunk jelöléseken, illetve ha mi magunk kapunk jelöltséget presbiterként, vagy valamilyen tisztsége, hogy forgassuk azt a szívünkbe, hogyha úgy első blikre azt is mondanánk, hogy jaj, hát én köszönöm, nem, de ne ez legyen, hadd kérjem az első reakciónk, hanem gondoljuk át, hogy mi az, amit én hozzá tudnék tenni a gyülekezet életéhez, az én gondolataimmal, szakértelmemmel, időmmel, energiámmal. Hirdetem továbbá, hogy jövő héten vasárnap a megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz ismét istentiszteletünk. Azt gondolom, hogy talán már jó idő lesz, úgyhogy maradnánk itt a templomban, ha csak nem esik le jövő vasárnapig a hó, akkor nem lesznek fagyos idők, akkor itt gyülekeznénk össze a folytatásban is. Szeretném megköszönni ezen a héten is a videós, az egyházfi, a zenei és a takarítói szolgálatot. Köszönet a testvérek munkájáért. És még az adományokat hirdetem, múlt vasárnap 19.700 forint volt a persejpénzünk. Isten áldja meg az adakozókat és adja meg az adományok bölcs felhasználását. Folytatásban a kivetítőn mindjárt látható éneket énekeljük, az Úr Szent nevét új énekkel zengjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt most vizsgáljuk meg magunkat. Az ő igéjének tükrében, helyünkön maradva hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat.
a második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola pedig ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után lelki ismeretünk szerint kérem fennállva feleljünk a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekszel-e Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsátta megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel, így állva maradva, könyörögjünk együtt Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Bízzatok testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki szeretett minket és önmagát adta értünk áldozatul. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából hirdetem megvallott bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek mennyen és földön az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Ámen. Foglaljunk helyet. Istenünk nagy kegyelmét pedig dicsérjük a következő énekkel, csak benned nyugszik meg szívem. A 25. Zsoltár így tesz bizonyságot. Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert elhagyott vagyok és szegény. Enyhítsd szívem szorongását, szabadíts meg ínségemből.
Lásd meg elesettségemet és gyötődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem. Ne valljak szégyent amiatt, hogy benned bíztam. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, hála neked a mai napért, melyel megajándékoztál bennünket, és köszönjük, hogy itt lehetünk házadban, színed előtt. Urunk, és szeretnénk mi is ezt vallani, amit a Zsoltáros is vallja, hogy szemeink szüntelen rád néznek. Nehéz ez, Urunk, mert olyan sok minden elvonja a mindennapokban a figyelmet rólad. Olyan sok minden elvonja a mi bizalmunkat te felőled. Olyan sok minden eltérít a neked való engedelmesség útjáról. De Urunk, hála neked azért, hogy te nem hagyod annyiban ezt a helyzetet, hanem jössz utánunk jó pásztorként, visszavezetsz a te nyájadba, hívogatsz újból, hogy visszatérhessünk a keskeny útra a te követésedre. Hála neked ezért. És Urunk, megvalljuk, hogy valóban nem is szeretnénk már máshova tekinteni úgy, mint bizalmunk, mint értékrendünk központja, csak rád, Urunk. Kérünk, hogy segíts ebben, őrizd meg bennünket a te követésedben, a te népedben, hogy tudjunk téged dicsőíteni, téged segítségül hívni, és neked hálát adni. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapi oltár előtti felolvasásul rendelt ige szakaszainkat. Először Lukács evangéliumából a 14. részből, a 11-estől a 23-as versig a következőképpen fennállva hallgassuk az igét. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház-házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. És hallgassuk meg továbbá Pál efezusi leveléből az 5. fejezet első 9 versét is. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta, értünk, áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezeket sújtja Isten haragja, az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben.
mert egykor sötétség voltatok. Most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe is fogadják Istenünk beszédét. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk kérem helyet, és készüljünk az ige hirdetése következő énekünkkel. Kegyelemből léphetünk be. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Itt a gyülekezetünkben Ézsaiás próféta könyvét tanulmányozzuk, vesszük fejezetről fejezetre annak üzeneteit, és ebben a sorban ma a 62. fejezet kerül elénk. Az elmúlt két fejezet arról szólt, hogy Isten népe, Isten az ő népe elé tárta a jövőt, azt a jó tervet, amelyet számukra megálmodott. Miért is teszi ezt? Azért, mert a babiloni fogság utáni hazatérésben úgy tűnik, hogy a nép visszatért az Istentől eltávolodott állapotba, a bűnnek az állapotába, és az Úr most ezt az eszközt választotta az ő visszahívásukra, visszatérítésükre, hogy megmutatja, hogyha engem követnétek, akkor milyen jövő várhat rátok. Hogy milyen jó tervem van veletek. Felkínálja ezt nekik, hogy ez is őket a,
a jónak a választásában, az Isten mellett való döntésben. És hiszem azt, hogy ezeket az igéket olvasva ez ránk is ilyen hatással lehet. Ebből a sorba kapcsolódik be tehát mai 62. fejezetünk, ennek első 5 versét olvasom, helyünkön maradva hallgassuk, kövessük hittel és figyelemmel. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, melyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy fénynél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Mikor kezdődik a tavasz? Mikor kezdődik a tavasz? Hogyha az időjárást nézzük, akkor már mondjuk ugyan 2 hete, 3 hete nagyjából olyan tavaszias idők vannak, leszámítva a tegnapi napot. De hogy már nagyon hamar elindult ilyen szempontból a tavasz. Hogyha a meteorológusokat kérdezzük, ők azt mondanák, hogy március 1-e, ő szerintük ugye a tavaszi évszaknak a kezdete. De a legkényelmesebbek a csillagászok, akik még később, ugye március 20-ára teszik, ez a tavaszi napéj egyenlőségnek az ideje, hogy a csillagászati tavasz akkor kezdődik. De akármelyik időszámítást is vegyük alapul, azt szerintem mindannyian osztjuk, hogy a tavasz az itt van, már jelen van, és látjuk az éledő természetet, ahogy kihajtanak már a virágok, ahogy a fák is lassan hozzák a rügyeket, és lassan a levelek is már bontakoznak ki, barackfák már virágoznak nagyon sok helyen, meg a mandulafák is, és már gólyák is visszatértek több helyen. Hogy itt a tavasz, és ez bennünket is segít, hogy a téli olyan szürkeség után egy új lendületet vegyünk. És a tavasszal kapcsolatban mindezek mellett van még egy ilyen, nem tudom, előítélet, sztereotípia, hogy hát ilyenkor nem csak az emberi lélek elevenedik meg, hanem ilyenkor ugye szerelmek is ki tudnak bontakozni. Ugye a tavasz kapcsán. És ebből jutott eszembe, hogy nem tudom a testvérek közül, ki az, aki kapott már valaha szerelmes levelet. Kézfelemelés, bevállalunk? Néhányan. Szuper, nagyon jó. De hadd nyugtassak meg mindenkit, aki esetleg nem kapott, annak most az Isten igéje úgy szólal meg, mert ez az ige szerintem olyan, mintha az Isten egy szerelmes levelet írt volna nekünk, mindannyiunknak. Mert ezt először is megírta, hogy az ókori népének, Izraelnek, de ugyanúgy megírta őké való módon számunkra is, akik ma olvassuk, hallgatjuk az igét és követjük őt. Ugye nem kevesebbet állít ezekben a sorokban Isten, mint hogy ő úgy tekint ránk, mint egy vőlegény, és mi vagyunk az ő menyasszonya, az egyház, és benne egyen-egyenként mi az ő vágyott jegyese menyasszonya. Ugye ezt olvassuk az 5. versben, mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Ugye jegyeseknél, friss házasoknál, szerelmeseknél nagyon jellemző az ez egymás iránti nagy lángolás, vagy rózsaszín ködnek is lehet ezt nevezni, amikor úgy egymásba habarodnak, amikor ott van az ölelés, a kézfogás és minden ilyen kifejezése az ő érzéseiknek. És valahogy ehhez hasonló az, amit Isten szeretne itt kifejezni, hogy egy ilyen nagyon szoros, bensőséges ragaszkodásra, kapcsolatra vágyik velünk. És szeretné ezt a lángot bennünk is felgerjeszteni, hogy Krisztusba, mint mennyei vőlegénybe, hogy,
hogy beleszeressünk, akik talán eltávolodtunk tőle, akik talán még sose voltunk vele ilyen kapcsolatban, vagy akik már ugye régóta ismerjük őt, de valahogy mintha kihűlt volna ez a hitbeli szerelem az Isten felé. Krisztus tehát egy ilyen bensőséges, értelemmel, de egyben érzelemmel teljes kapcsolatra hív önmagával bennünket. Ezért jött el a világra Krisztusban, ezért vállalta a szenvedést, ezért történt a kereszt, a kínhalál és a feltámadás is. Értünk tette mindezt Jézusunk, mert mindennél jobban szeretett és szeret ma is bennünket. Ez a cél, ez a kapcsolat. De mindez hogy történik? Milyen lépéseket tesz ennek érdekében az Úr? Ezt nézzük meg itt a folytatásban. Az első, amit ebben az ige szakaszban látunk, az az újjáépítés. Ugye az első vers ezt üzeni, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Igénynek a közvetlen történelmi helyzetéről azt lehet tudni, hogy az egész ország, Izrael országa és benne Jeruzsálem is ugye romokban állt, és azt elkezdték szépen lassan újjáépíteni. De nyilván ez nem ment gyorsan. És itt azt mondja Isten, hogy addig ő nem nyugszik, amíg ez a város újjá nem épül, amíg nem tündökül újból a fénye. De nyilván azt is láthatjuk itt, hogy nem csak egy külső megépülésről van szó, sőt ebben az igében sokkal inkább egy ilyen belső felépülésről, hogy újból álljon az Isten városa, ne csak a falak szintjén, hanem szellemi, lelki értelemben is. Hogy álljon ott a templom, ahol az ő nevét dicsérik, ami az imádságháza lesz, ahova mennek az zarándokok azért, hogy ilyen módon is találkozzanak az Úrral. És hogy ez a város hirdesse az Isten nagyságát és dicsőségét. Na és valami ilyesmi az az újjáépítés is, amit bennünk, a mi lelki házunkban szeretne elvégezni Istenünk. Ugye már korábbi fejezetekben ezekkel találkoztunk. Mert bennünket is szeretne újjáépíteni Istenünk, megerősíteni, erős élet hívőkké nevelni. És ez nem csak egy ilyen üres törekvés részéről, hogy de jó lenne, mint ahogy talán otthon sokszor elmondjuk, hogy de jó lenne ezt meg azt megcsinálni a házon, de jó lenne ott hátul rendbe tenni, de aztán mindig csak úgy elnapolódik a dolog. Hát Isten nem így dolgozik. Ugye Filippi 6.1-ben azt olvassuk, Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Ígéretünk van tehát, hogy Isten ezt véghez is fogja vinni. Hogy ezt megteszi, hogy ígérete szerint átformál bennünket, hogy az ő szerinte való legjobbat, elgondolása szerinti legjobbat hozza ki belőlünk. Mert csak az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e a munkaterület átadására? Hajlandóak vagyunk-e önmagunk átadására Krisztus számára? Engedem-e, hogy Isten bennem munkálkodjon, ilyen módon megerősítsen, újjáépítsen? Van, aki talán még bizalmatlan felé, és ezért nem megy bele ilyenbe, inkább csak úgy tisztes távolból figyel Isten munkáját. Van, aki talán azt gondolja, hogy hát én rendben vagyok. Bennem igazából nincs mit Istennek munkálkodnia, nincs szükségem semmilyen változásra. Mások pedig talán adnak egy esélyt az Úrnak, de akkor, Uram, akkor ezt most rögtön. Hogy akkor látok egy szükséges változást, Uram, de akkor ezt most add meg. Uram, olyan türelmetlen vagyok, add meg, hogy változzak ebben, de még ma. Ugye? De Isten nem úgy dolgozik, mint ahogy mi várnánk. Ugye az ilyen instant és azonnali megoldások korában élve nehéz a várakozás. Nehéz az Isten munkáját kivárnunk, és van, hogy éppen emiatt inkább a magunk kezébe vesszük ilyenkor a kezdeményezést, hogy jó, Uram, adtam egy esélyt, adtam egy napot, adtam egy hetet, letelt az idő, most már én igyekszem megoldani ezt a dolgot. Nem jött a mennyei csoda, majd én akkor megcsinálom a magam úgymond csodáját. És ebből lesz emberi erőködés, emberi dicsőség és emberi igazság az Isten helyett. De az a jó, hogy ő
még ilyenkor is hűséges marad, és nem hagyja félbe az építkezést, ha mégis engedjük neki, hogy munkálkodjon bennünk. Tehát ez az első pont, ez az újjáépítés, az Isten szerelemnek ez az első része, hogy Isten újjá szeretne bennünket építeni, hitünket megerősíteni. De menjünk tovább. A második, amit ebben az igében láthatunk, az a közösség. A közösség. Ugye, amikor fiatalok, szerelmesek és távol vannak egymástól, mindig csak arra vágynak, hogy ott legyek a másik közelébe, hogy 5 perce váltunk el, de már hiányzik, és már megy az üzenet, úgy hiányzol, milyen régen láttalak. De igaz lehet ez ugye jó barátok, vagy egy jó közösség esetében is, hogy alig várjuk, hogy egy ifin, vagy valami más közösségben újból találkozhassunk. Mikor lesz már péntek, vagy szombat, amikor van az alkalom, mikor jöhetek már, mikor találkozhatunk. És Isten is valami ilyesmi közösséggel vágyik velünk, ahol minőségi időt tölthetünk vele. Ugye a 3. versben ezt olvassuk. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Isten tenyerén. De számomra azt is mondja, hogy ott akar tudni bennünket az ő közelében, Úrunk. Nem csak egy olyan távkapcsolatra, hanem egy ilyen nagyon közeli viszonyra. És ugye emberi hétköznapi kapcsolatainkra mindig jellemző, hogy az kétféle múlik. Tehát lehet, hogy én nagyon akarok barátkozni a másikkal, nagyon akarom a jó viszonyt vele, de a másik erre nem nyitott, nem hajlandó. És hiába minden próbálkozásom, nem jön össze ez a vágyott cél. De az a jó, hogy Istennél ez a másik oldal, az ő oldala, a stabil. Neki ő nem mond le rólunk, nem mondja azt, hogy most ehhez nincs kedvem, vagy te nem vagy elég szimpatikus nekem, nem tudok rád hangolódni, nem tudok hozzád kapcsolódni. Nem. Ő ennek a kapcsolatnak stabil pontja. Legfeljebb mi lehetünk azok, akik időről időre megbontjuk a hozzávaló viszonyunkat. És amikor ez így történik, amikor eltávolodunk az Úrtól való közösségből, akkor ne lepődjünk meg, hogyha kihűl a vele való kapcsolatunk. Hasonlóan ahhoz a személyhez, akivel mondjuk évente egyszer beszélünk, mondjuk a születésnapján ráírunk, felköszöntjük, küldünk neki, nem tudom, üzenetet, hogy Isten éltessen, de ennyi is, és nem megy tovább a kapcsolat. És sajnos vannak ilyenek. Vannak ilyenek, akik az Istennel is így vannak, az Úr Jézussal is így vannak, hogy csak a születésnapján köszöntik föl, aztán az év többi részén tőle távol vannak. Nyilván ez egy szélsőség, de nekünk is válhat felszínessé a viszonyunk az Úrral. És akkor ez vezet oda, amikor már csak olyan erkölcsileg leszünk keresztények, olyan morálisan. Akik el tudjuk mondani, hogy hát én nem ölök, nem lopok, nem csalom meg a házastársamat, ugye a 10 parancsolatot szépen végigveszem magamba, és hát szoktam venni úrvacsorát, el szoktam jönni Isten tisztelete is, és akkor ez így rendben van, azt gondolom. De olyan nagyobb Isten élményekről nem tudok beszámolni, nagyobb bizonyságaim, igei vezetéseim, meghallgatott imádságaim nincsenek, mert az mondjuk imádkozni is kéne. És ezen az úton pedig eljutunk a kiégésig, vagy végső esetben az Isten kapcsolat megszűnéséig. De tudjuk azt, hogy egy szeretett kapcsolat az nem így működik. Hogyha csak kipipálom a dolgokat a másik felé, hogy jó, akkor felköszöntöttem, jó, akkor megtettem neki ezt meg azt, és ki van pipálva az ő igényeinek listája, akkor az nem igazi szeretett kapcsolat. Akkor talán csak meg akarok felelni neki, akkor talán csak a vitákat akarom elkerülni vele, de nincs igazi szeretet bennem a másik felé. És éppen ezért Isten is azt mondja, hogy ő nem elégszik meg egy ilyen látszat viszonnyal. Többet akar ennél. 1 Korintus 1.9-ben ezt írja az ige. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közössége. Közössége hívott el tehát Isten. Nem távkapcsolatra, nem egy ismerősi viszonyra, nem egy alkalmi néha napján való találkozásra, nem is csak egy külső megfelelésre, ahol kipipáljuk azt, amit azt gondoljuk elvár tőlünk az Isten. Nem. Ő egy állandó, stabil, épülésünkre szolgáló, szeretett kapcsolatra hív.
És itt van még a harmadik dolog, amit szeretnék még kiemelni ebből az ige szakaszból, az pedig az új név. Mert a szerelmesek, akik nagyon akarnak kedveskedni a másiknak, vagy éppen házastársak is tudnak egymásnak beceneveket adni. Hát ezeket sorolhatnánk, hogy most akkor Mucikám, meg Picikém, meg nem tudom, szülő a gyermekének, hogy kis Kópém, meg Szememfénye, ilyesmi nevek, amik egy kedvességet, egy szeretetet tükröznek. És most lehet, hogy ez furán hangzik, amikor az Istenre vonatkoztatjuk, de hát itt van az igében. Azt mondja, hogy új neveden szólítanak téged, amelyet maga az Úr ad majd neked. Ilyen komolyan és ilyen bensőségesen gondolja Isten a velünk való kapcsolatot, hogy még ezt is megteszi, ez erre is hajlandó. És ugye a folytatásban pedig azt olvassuk, hogy mi is ez az név, amelyen bennünket nevez, gyönyörűségem. Milyen szép. Gyönyörűségem. Amikor talán valaki ezt a mi számunkra mondja, egy másik ember, akkor ezt érezhetjük olyan túlzónak. Vagy olyan hamisnak, vagy olyan túlzott kedveskedőnek, hogy valami célja van. Azért ilyen túl kedves. Vagy vehetjük olyan viccesnek is, hogy jól van, ne bolondozzál már. Isten azonban nem szédíteni akar bennünket, hanem az ő igazságát jelenti ki, amikor ezt mondja rólunk. Gyönyörűségem vagy. Akár még kopaszodva is, vagy borostásan, vagy ahogy sárosan voltunk tegnap, ahogy esetleg az idő már úgy meglátszik rajtunk, ráncokkal, itt-ott gyengeségeinkkel, ahogy vagyunk az Isten előtt. Ő így nevez bennünket gyönyörűségen. Azért, mert az ő gyermekei vagyunk. Azért, mert Krisztust mindannyiunkért adta. Azért, hogy vele lehessünk, hogy vele élhessünk. És ő képes arra, hogy bennünket így, lelki, hitbeni szempontból is gyönyörűségessé formáljon. Ezt teszi, amikor felajánlja a vele való közösséget. Ezt teszi ma is, amikor jöhetünk majd az oltárhoz kenyérben, borban találkozni, közösségben lenni, megváltónkkal, aki önmagát adta értünk. És hogyha hittel fogadjuk őt valóban, akkor ilyen gyönyörűségesek leszünk az Isten színe előtt. Istenünk tehát szeretne bennünket formálni. Az ő népét alkalmassá tenni a vele való szeretett kapcsolatra, hajlandóvá tenni arra, hogy őt befogadjuk. És mindezekhez elküldi a szabadítót, amelyre erős ígéretünk van, és erről szól a fejezet vége, amit itt a végén még szeretnék felolvasni a 6. verstől. Falaidra, Jeruzsálem, őket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicsérte méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek. Nem isszák többé idegenek mustodat, melyet te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat. Azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüretelik. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek fel az országutat, hányjátok le róla a köveket. Állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld határáig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak. Téged pedig sokat látogatott városnak hívnak majd, nem pedig elhagyottnak. Testvérek, jön már a szabadítónk. Itt van az igében. Krisztus ma is szeretne hozzánk jönni. Szeretne újjáépíteni. Szeretne bennünket vele való közösségre hívni. Szeretne új néven nevezni bennünket. Csak az a kérdés, hogy mi készen állunk-e erre a találkozásra. Úgy, ahogy vagyunk. Úgy, ahogy ma itt vagyunk. Elfogadjuk-e az Úr számunkra megírt szerelmes levelét. A tavasz eljött, az Úr közel, várjuk őt. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te
ennyire csodálatos módon szeretsz bennünket. És újból a szívünkkel beszélsz azért, hogy legyőzd a mi hitetlenségünket, legyőzd a mi mindenféle ellenállásunkat, félelmünket, bizalmatlanságunkat irányodba, és hogy csak meggyőzz arról, hogy jöhetünk bátran hozzád, és te új élettel, kegyelmeddel ajándékozol meg, és a te szereteted átjárhatja a mi életünket. Addurunk, hogy tudjuk ezt közelengedni magunkhoz, hogy tudjuk Krisztust közelengedni magunkhoz, és tudjunk a te örvendező népeddé lenni. Jézusért kérünk. Ámen. Most pedig az ígére válaszolva, és egyben az úrvacsorára készülve is, kivetített éneket énekeljük, Úr Jézus megváltóm, utána pedig az énekeskönyv 11-es rendjét követjük, majd az nem lesz kivetítve. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bűneinkben, hanem elnyerjük az örök életet. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Ámen. Thank you.
A mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmán, azon az éjszakán, amelyen elárulták, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemmel. Hasonlóképpen miután megvacsoráltak, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemmel. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból az Úr halálát és feltámadását hirdetjük, míg vissza nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, Jézus Krisztus, hogy övé legyen az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Áldjuk és magasztaljuk Istenünket, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr békessége legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a békesség jelével. Legyen köztünk békesség. 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 Krisztus által. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ámen. A mi gyülekezetünkben az úrvacsora vétel bemártással történik, az ostyát bemártom a borba, és így adom egy körben az úrvacsora szentségét. Íme minden kész, ízlejétek és lássátok meg, mi jó az Úr. Veled és ett testvérem, ez Krisztus teste és vér. Ez Krisztus teste és vér. Ez Krisztus teste és vér. Ez Krisztus teste és vér.
tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Úrunk, magasztalásodat hallott a fülünk, attól süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, attól, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, Urunk, kimondhatatlan jóságodért. Ámen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok arról a szeretetről, melyről ma is hallhattunk, olvashattunk az igében. És akik megízleltétek a bűnbocsánatot, építsétek a testvéri közösséget az emberek között ugyanilyen megbocsátással és áldozatra is kész szeretettel. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a befejező énekverset, a 11. liturgiánk utolsó énekversét énekeljük még el. Istentiszteletünk végén szeretném megköszönni kedves vendégeinknek, hogy együtt ünnepelhettünk. Köszönjük szépen a zenei, illetve a felolvasói szolgálatokat. Áldás volt a számunkra. És jó, biztonságos hazaérkezést, jó hazautat kívánunk, meg egy nagy pihenést, egy nagy alvást, mert szerintem abban elég kevés volt a hétvégén. Erős várja mi Istenünk. Köszönjük.